Az A és a B között gondolkodtam, mert azért valamennyire elmúlik, viszont az álmok nagyon tudják befolyásolni bizony az első, a társadalom többi tagjába még érintkezésben nem lépő időszakomat. Tehát amikor nem lépek kommunikációba másokkal, csak magamban vagyok el foglalva a kis... Tehát az ébredés utáni 1-2 órádat. Hát azt igen, tehát hogy röviden amit már elkezdek már telefonálgatni, vagy beszélgetni, vagy mit, az már el tudja terelni, de el tudja. Viszont van egy jobb is, tehát ez pozitív irányba is működik, hogy most akkor inkább ebbe a mederbe tereljük az adást. Mert volt olyan, hogy például egy álom miatt lettem szerelmes valakiben, és egy hétig full szerelmes voltam vele, és egy hétig eltartott bizony, meg gyerek. Wow. Egy hétig tartott csak? Aha, hát ugye az álom. Igen, egy nagyon szép kislány volt egyébként. És ahogy elkezdett vele beszélgetni, az jó. Szerintem az volt, hogy az álmomba jöhettem rá egyébként, hogy akkor addig nem fordult arra a fókuszom, vagy addig nem figyeltem rá, és álmomba összejöttünk, és úgy jöttem, hogy de jó lenne, hogyha ez a valóságban is így lenne, aztán nem így lett, úgyhogy utána ki kellett szeretnem belőle sajnos, de ja. Úgyhogy megy ez mindenhogyan. Andi? Én borzasztóan, nagyon sokat álmodok. Én